Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottja Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház produkciós igazgatója. Üdvözlöm a stúdiónkban! Köszönjük. Jó napot kívánok! Ugye az elmúlt időszak, a, a, hát a, hogy is mondjam, jól feladta a leckét a a rendezvényszervezőknek, illetve a kulturális intézményekben dolgozóknak. Most pedig lazítások vannak, tehát hogy sok mindent megtehetünk már a, a járványügy, az új járványügyi rendelkezések értelmében, például maszk nélkül beszélgethetünk ebben a műsorban. De azért önökkel kapcsolatban még mindig elég furcsa rendelkezések vannak, volt is felháborodás, tehát, hogy az intézményvezetők, kulturális intézményvezetők aláírtak egy petíciószerűséget azzal kapcsolatban, hogy nem, nem, nem egészen átlátható és nem egészen logikus, hogy miért azok a rendelkezések, amilyenek, amelyek. Szóval, hogyan élték meg ezt az időszakot, és mi van most? Tehát, mit lehet tenni, mit nem, miért felelnek önök, miért nem felelnek? Ez az időszak az egyértelműen nagyon tanulságos volt, egy e, fajta meglepetéssel indult, amit már sejtettünk, hogy lesz, de hogy e, úgy érjen minket ez a, ez, a, ez a meglepetés, hogy a közönség már bennül, és akkor kell egy előadást leállítani, ezt sose gondoltam Így történt? Pontosan okay. így történt, mm. 2020. március 9-én vagy 10-én. Azt a Patkányok című előadásunk kezdődött volna, amikor azt mondtuk, hogy ezen most jött a rendelkezésre, le kell állni. Ezt követte rengeteg fajta rendelkezés, vagy de talán egy olyan periódus volt, ahol, ahol semmi nem történt, és nem tudtuk, hogy mit, kell, mit kell tegyünk. Jött egy általános. Rendelkezés, amíg annyit írt, hogy majd a kulturális intézményeknek és az előadó művészeti intézményeknek a működését, a Kultúrminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium metodológiája fogja szabályozni. És erre vártunk, hát most nem emlékszem pontosan, de szinte biztosan olyan 40 nap körül vártunk, és addig nem tudtuk, hogy mit, hogyan, és improvizáltunk, és kitaláltuk és, és próbáltunk alkalmazkodni. Nekem hát nagyon. Gondolom, hogy próbálták jó hiszeműen értelmezni azt, hogyha általában véve ez a rendelkezés, akkor mi vonatkozhat önökre, tehát feltételezem, igen, hogy ez igen, volt igen, a stratégia. Igen, igen. Több, hát emlékezzünk vissza, hogy, hogy egyik nap ilyen rendelkezés jött, másik nap ilyen rendelkezés, folyamatosan az volt a kommunikáció, hogy elemezzük, majd meglátjuk, aztán majd eldöntjük, stb. És ennek az összetételéből próbáltuk közösen kihámozni, hogy kb. ez, ez, ez mi érvényes ránk, mi ezt tudnánk alkalmazkodni. Igen, csak hogy itt a kutya ott van elásva, hogy ezek a rendelkezések nem mindig logikusak. Igen, de mivel Látom, kellett vagy... valami alapján működjünk, ezért mi még meg, meg ráerőszök voltuk a logikát ezekre a dolgokra. Szinte ilyen rácsszerűen pakoltuk össze mindent, és akkor kitaláltuk, hogy valószínűleg ezt így kell, így kell, így kell csináljuk. És bevallom, egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen furcsa dolog, hogy, 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 még élveztem is én ezt a periódust. Nagyon, 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 én indulásból úgy álltam hozzá, hogy 24 órán belül kell tudjunk váltani, bármire. Bármire és akkor, akkor mindig kellett alakuljunk, mindig kellett lépjünk. Ez problémát okozott, mert rengeteg kommunikációt kellett kinyomjon a színház, és minden ilyen intézmény folyamatosan, amik kommunikét nyomtunk ki. De az, hogy, hogy tetrekészen is figyelni arra, hogy 24 órán belül hogyan, fogunk élni, az, az egyfajta szakmai izgalommal megtöltött. Hát igen, főként, hogy nem jellemző arra a munkára, amelyet önök normális körülmények között végeznek, mert hogy azért a kulturális intézményekben, tehát egy színházban, ugye, hogy konkrétan beszéljünk az önök helyzetéről, tehát ott egy-két évvel előre tudja az ember, hogy mikor jön a rendező, aki éppen akkor időt szorít magának arra, hogy egyik vagy másik színházban rendezzen, akkor bizonyos színészeknek ott kell lenniük és a többi, és a többi. Szóval, hogy ez nem egyik napról a másikra szokott eldőlni, hogy igen, na, igen. ma jön, ma nem jön. Igen, ezeket a bizonyos etapokat valóban egy-két évre tervezzük, és a konkrétumok azok, hát most ma reggel tárgyaltam szeptember 10-ről például, tehát szoktam is ezzel így poénkodni, vagy lehet, hogy igazam is van, hogy azért élünk mi gyorsan, mert mindig elől elő, elő élünk valahol, én már szeptemberben élek, és ez a periódus, ez valóban, ez, 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 ez megült. Tehát 14 napokat terveztünk. És azt is úgy, hogy tudtuk, hogy hát akkor ebbe az irányba fogunk menni, de ha nem, akkor abba az irányba fogunk menni. És ennyire leredukáltuk az amúgy fél éves konkrét előtervezéseinket 14 napokra, és lestük a, a belügyminisztérium, a prefektúra oldalát, Hétfőnként improvizáltunk, hogy akkor ezt a hetet hogyan fogjuk, és mind-mind és alkalmazkodtunk. kiderült, az. hogy nem úgy. Igen, 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 alkalmazkodtunk, folyamatosan alkalmazkodtunk. És volt olyan az alkalmazkodásban, hogy, hogy még el is felejtettünk bizonyos dolgokat, ahogy újra lehetett közönség előtt játszani, be volt nekünk a két retro, retro eladás tervezve, egyik nap a, a régi retro, a következő nap a most új retro, és ez, ez a két előadás valahol minimum, minimális szinten kapcsolódik egymáshoz, és ezt közvetítettük, élő közvetítés a színpadról. De közben megjelent, egy, le, lementünk alá, és akkor lehetett játszani. Na gyorsan hozzunk közönséget is. És mire meghirdettük, akkor, akkor így, így tényleg bevallom, hogy így, így, valamelyik kollégának eszébe jutott, hogy várjatok, két óra fölött van az az előadás, és szünettel. Jó, tényleg, akkor azt nem lehet játszani. Storno az egész, akkor csak a másodikat játszuk közönséggel. Tehát, hogy, hogy, egy ilyen, ilyen így, így raktuk össze a napjainkat folyamatosan. És múlt, múlt időben mondom, nem tudom, miért vagyok ilyen optimista. De... Igen, hát az ember, hogyha nem lenne optimista, akkor elég rosszul improvizálna, tehát rosszul állna hozzá ezekhez az improvizációs helyzethez. Én gondolom, hogy ez megviselte a társulatot is, és feltételezem, hogy a közönséggel való viszonyra is hatással volt ez a ma jöhettek, holnap nem jöhettek, akkor mégse jöhettek, akkor nem menjetek ki szünetre, két órát ben kell ülni társulatot, azt valóban megviselte, főleg amikor karanténban voltunk, nem lehetett kimozdulni, és akkor folyamatosan próbáltunk online-t is kapacitálni a kollégákat, hogy telefon előtt, ami ez nem vagyunk hozzaszokva, sőt, minőségtelenek azok a dolgok is. És érthető módon azt mondták, hogy emberek, ez minőségtelen, ez ne, de, de, hogy kell, meg, tehát folyamatosan meg kell győzzük egymást is, és egy elég hosszú periódus volt, amikor nem jártak be a színházba, ami, ami számukra egy halál, de furcsa mód, még meg is lehet szokni egy kicsit, és akkor furcsa lett, amikor megint bejárhattunk a, színpad, a színházba. A közönséggel való kapcsolatunk az, az, az megint egy meglepetés volt. Én meg voltam győződve, hogy a, a, a vakcina feltalálását követő egy év múlva fog megint jönni a közönség színházba, és olyan meglepetés volt számomra az, hogy ahogy megnyitottuk a, a, a kapukat, azonnal jöttek az emberek. És most olyan toleráns a közönség velünk szemben, hogy, hogy olyan is mondhatok, hogy elérzékenyülök sokszor. Tehát hogy annyira megértőek, hogy most ma játszunk, holnap nem tudunk játszani. És jönnek és kíváncsiak, és ez egy olyan jó, jó érzés, jó érzés, tehát még, még, még ilyen is tett a, a közönség és a színház visz, a viszonyát ez a, ez a kín. Igen, hát ez azért érdekes, mert ugye azt szokás mondani, hogy ez az online világ, amit hát remélem, hogy túl vagyunk, uh -huh. <laughs> apropó optimizmus, Szóval, hogy ez, ez így individuumokra egyén, tehát szétszórja a társadalmat, mert mindenki ül otthon a számítógépével, és aztán, ha nagyon akarja, akkor felveszi a kapcsolatot virtuálisan valakivel de úgy látszik, hogy éppen, hogy felkeltette az érdeklődését az embereknek az iránt, és értékelni kezdték azt, hogy milyen jó az, amikor mégiscsak összetömörülhetünk egy kicsi helyre, jó sokan, és, és hát egymás mellett lehetünk. Igen, ez, 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 az, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy tény, tényleg hiányzik nekünk is, és ezek szerint a közönségnek is. Az online világ pedig, hát azt hiszem, hogy mi voltunk a legkísérletezőbb színház az egész Romániában. Szinte elsők voltunk, akik élő közvetítést, tehát március 12-én a sírát közvetítettük. Van bennem egy ilyen kicsit ilyen versenyszerem, hogy legyünk mi az elsők. Hát egy bukaresti színház megerőzött, mert március 11-én közvetítettek az elsőt, még rosszul is esett. Rengeteget kísérleteztünk. A Retro 2 eladásunkat, a Grand Hotel Retro-t, azt, azt, azt már úgy próbáltuk, bemutatni, hogy kamerák előtt, tehát, hogy nagyon online-ra próbáltunk átállni, nagyon akartunk közvetíteni, nem játszottuk el a, a, azt, hogy felvételt adunk el, és akkor azt mondjuk élő, tehát, hogy élőbe közvetítettük az eladásokat a színpadra. Nagyon-nagyon kísérleteztünk, és rájött tűnik, hogy nem működik. Nem működik. Egy igen, tehát ezt akartam kérdezni, hogy, hogy azért bizonyos dolgok lehet, hogy kiderültek, hogy hát ha így is lehet dolgokat. Tehát, hogy, hogy tényleg azért olyan emberek kapcsolódtak be, akár az önök előadásáról is beszélhetünk ilyen értelemben, akik soha nem jönnének el, vagy nagyon nehezen jönnének el fizikailag előadásra. És ez egy pozitív dolog, gondolná az ember. Ha működne? Igen, ez pozitív is adott, mert ez nagyon tanulságos. Én most azt szeretném, hogy minden előadásunkat, egy bizonyos X-edik előadást közvetítsük is. Mert az, hogy közel Sepsi és Kolozsáról rengetegen nézték az előadásainkat, és egészen Argentináig és New Yorkig, ez, ez, ez hasznos tapasztalat volt. Gondoltunk még egy ilyenre is a későbbiekben, majd, hogy teszem azt, egy pár lengyel a felveszünk a kapcsolatot, és lengyel felirattal fogjuk közvetíteni élve az eladásunkat, ők promoválják, és vice versa. És én ezt így azt bonyolítottam, hogy megyünk turnéra, de nem lesznek terautók és buszok, majd egyszer a Litvániába játszunk. <tose> 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 Litvániába <tose> játszunk, majd Ausztráliába. De, de, ez jó, 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 tapasztalat volt, hogy milyen távol, távol, lévő emberek mennyire kíváncsiak ránk. Az más dolog, hogy anyagilag nem biztos, hogy... Tehát, hogy erre, ha finanszírozást nem tudunk teremt, előteremteni, akkor, akkor nem fedezi a költség. Tehát az online egyvásárlás mennyisége az, az elenyésző, elenyésző ahhoz, amilyen költségekkel jár egy ilyen közvetítés. Igen, tehát az emberek a, a, az ilyen közvetítésekről azt szokták gondolni, hogy hát ott áll egy ember a kamerával, és akkor már közvetítünk is. Ettől mi, akik ebben a mesterségben élünk, felszoktunk háborodni, és mindig elmagyarázzuk, hogy azért nem mindegy, hogy mit lát az a kamera, és hogy hogyan dolgozunk ezzel a kamerával. Említette Lengyelországot. Lengyelországban ez szokás, hogy a nagy színházak előadásait televízióban közvetítik. Tehát, hogy Lengyelország az az ország, ahol ilyen szerződések vannak a, a színházak és a televíziós csatornák között. Igen, hogy biztos, hogy, hogy működnek ezek a dolgok máshol. Mi egy kicsit itt ebből a helyzetbe feltaláltuk a spanyol viaszt, saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy jó dolog. Televíziós közvetítések vannak, de jellemzően felvételt követően vágást is tett, nem hogy élőben. Nagyon ritkán tudok itt. Itt a mi színházi világunkban élő közvetítés televízióban gyakoribb a felvétel, mint a román televízió, mint a magyarországi televízióban gyakoribb a felvétel lejátszásra. Élő közvetítés az valóban ritka. Mi most a mi saját csatornáinkon ezt fogjuk űzni, fogunk próbálkozni vele. Jó, de abból indultunk ki, hogy most akkor tulajdonképpen lazítás van, de nem tudom, hogy ez az önök érte, értelmezésében lazítása, vagy nem lazítás. Ugye ezek az előírások továbbra is a, a két órai előadást adja, engedélyezik, szünet nélkül, ami azért az az igazság, hogy a nézőnek is megpróbáltatás, meg és hát mondjuk egy rendezői koncepciót is ahhoz igazítani, hogy most akkor mennyi ideig üldögélhetnek az emberek ott a nézőtéren, ez is egy bonyolult dolog. Tehát, hogy művészi értelemben is ez egy kihívás, és néző szemszögéből is kihívás, mert Na, most nem beszélek azokról az előadásokról, amik önmagukban és járványügyön kívül is több mint két órásak szoktak lenni. Legfőképpen azok a produkciókkal kihívás, amelyiknek a, a, a kezdete a járvány előtt volt. Éppen most van a piros fűvel egy ilyen tapasztalatunk, amit tavaly februárban, januárban kezdtünk el próbálni. Ki volt találva, a koncepció meg volt arra az időre. Ahogy haladtunk elő, egyszer csak le kellett állni, utána már rövid ideig megint tudtunk dolgozni, aztán megint leállni, és most az a produkció, az most kész van, de egyre nem tudjuk játszani, mert nem felel meg a mostani előírásnak. Kész van, konzerváljuk, és majd reméljük, hogy össze elővesszük egy felújításra, és fogjuk azt játszani. Amelyik előadások már ebben a periódusban születtek meg, az azért könnyed, mert a rendezőknek is egyértelműen könnyebb, hogy valamihez kell alkalmazkodni. Például a római tragédiában van egy pillanat, amikor a közönséget megtornáztatják a színészek, ez gyakorlatilag a szünet. Tehát, hogy ilyenek vannak beiktatva. Az említett retro, amely kamerákra kezdett ráállni, és nagyon jót tett az előadásnak a közvetítés és kamerából nézés. Tehát, hogy, hogy alkalmazkodni, mikor már tudjuk, hogy mi van, akkor könnyebb alkalmazkodni, mikor nem tudjuk, és azt kell ráerőltetni, az nagyon-nagyon nehéz. Igen, ugyanakkor ezek a rendelkezések azt is kérik, hogy ellenőrizzék a belépőket, és ki kell kérdezni őket, hogy van-e oltásuk, van-e tesztjük, és hogyha ezt nem teszik, akkor önök a felelősek érte. Igen, gyakorlatilag mindenért a szervező felelős, és ez úgy ért, érthető is. A, itt, itt, ami még mindig nem tiszta, hogy az oltás igazoláshoz mikor, hol és milyen helyzetben érvényes. Ez, erre megint kell várjunk. Tehát, hogy jön a közönség, hogy tetszik lenni, Oltat tetszette lenni, igen, Isten hozta, ellenőrzés, hőmérés, maszkot ne tessék el fejteni. Jaj, eltetszett felejteni, itt van egy maszk, tessék parancsolni. Tehát, hogy így, így tapogatózunk, elbeszélgetünk. Lehet, hogy egyszerűbb, mikor majd az oltáskártyát felmutatja az ember, és parancsolja, lehet, hogy egyszerűbb, itt most jelen pillanatban ez így így működik a belépés. Ezért a beléptetés hosszú, hosszabb is, kérjük is a közönséget, hogy hamarabb jöjjön, az előírások is ezt szabályozzák, hogy hamarabb és több időt kell adni a beléptetésnek, az útvonal a közönségnek megrajzolva és társai. Igen. Ugyanakkor gondolom, hogy felháborodást kelthet az is, hogy akkor kérik az oltásigazolványt vagy a, a vírustesztet, mert hogy tulajdonképpen a döntéshozók mindig hangsúlyozzák, hogy ez nem egy kötelező dolog. Tehát, hogy vannak emberi jogok, amelyek szerint, hogyha valaki nem akarja beoltatni magát, akkor nem oltatja be magát, és akkor nem mehet a színházba, vagy hogy van ez? Az, hogy ez döntéskérdés, én ezzel igazából teljesen egyetértek. Az oltás beoltatja magát valaki, vagy nem, ez legyen egyéni döntés. A, a, a gond az az, hogy, hogy ez jogfosztás, hogy nem, fog, nem szabad jönni, vagy pedig vagy pedig azt mondjuk, hogy hát ez nem kötelező, így lehet, ezt, ezt nem tudom. Én úgy gondolom, hogy nekem nem tisztem véleményezni jelen pillanatban, főleg jelen pillanatban. Utólag aztán nagyon-nagyon sokat fogunk tudni okoskodni ezekről a dolgokról. De amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor én úgy érzem, hogy személyesen, legalábbis nekem nem tisztem véleményezni a rendelkezéseket, nekem kötelességem alkalmazkodni ezekhez a rendelkezésekhez. Úgyhogy én nem is szívesen ítélem meg most ezt, hogy szabad, nem szabad, emberi emberjogsértés vagy nem. Személy szerint én úgy vagyok, hogy az oltás nem csak védekezésből, és nem csak a mások véde, védekezésért uh, vettem saját, fel, mint újabban mondják, nem is értem, de ezt használom most már én is, hanem, hanem még, még egy kvázi szabadságérzetet is ad nekem. Igen, hát az biztos, hogy emeli az embernek a biztonságérzetét, hogyha azért úgy gondolja, hogy nem kell félnie a szembejövőtől az utcán, vagy a mellette ülőtől a színházban. Csak ugyanakkor ugye sok koncerter szervező, meg ugye kulturális intézmény vezetői nehezményezik, hogy, hogy például a településnek a fertőzöttségi rátájához kötik azt, hogy működhetnek-e, vagy nem működhetnek. Miközben a kapuban így is, úgy is megkérdezik mindenkitől, hogy akkor ő személy szerint be van-e oltva, vagy nincs. Tehát mondjuk lehetne az is, hogy az a városban mit tudom én, hány százalék legyen a ráta, ne legyen, de most uh, hipotetikusan felvetve. De a színházban mind csak azok jönnek, akik nem fertőzöttek, ne be vannak oltva, uh, nincs problémájuk a színházba járáshoz egyelőre nem kötelezi az oltás igazolás. Tehát, hogy ez, ez nem, nem, nem feltétel. Hogy valószínűleg az lesz, mert most voltak a kísérleti előadások, Bukaresbe és Kolozsváron három előadás, ahol pontosan ezzel kísérleteztek, hogy mit jelent az oltottakkal, mit jelent a nem oltottakkal. Nekünk a rendelkezés jelen pillanatban nem nem határozza meg feltételnek a színházban járáshoz hoz, hoz az oltásigazolást. Úgyhogy aki nem vett, nem oltatta be magát, ő is jöhet színházba, ami kötelező, hogy hőmérsékletet mérjünk, és a látható tünetek esetén pedig el ne, ne engedjük be. Ennyi, ennyi van jelen pillanatban, ami ránk, ránk érvényes. Ezek a rendelkezések olyan ritmusban jöttek, és olyan furcsán jelentek meg, hogy egy olyan szint az amatőrizmus, súroló kommunikáció volt a színház vezetői közt, hogy hogy, hogy, szoktad, hogy csináljátok ti? Mindig jönnek ezek a telefonok, ti hogy, hogy csináljátok azt, hogy? És amikor egy-kettő van, akkor szoktam mosolyogni, de amikor már mindenki mindenkit agyon telefonált, hogy hogy csináljátok, akkor ott valami baj van. Úgyhogy amennyiben az oltás kötelező a színházba járásban, akkor én megint ebbe a hibába estem bele, de megígérem most, ahogy kimegyünk. Igen, úgy reggelenként járni. amúgy is mindig azzal kezdi, hogy elolvassa az éppen vonatkozó százalékokra százalékokat és rendelkezéseket, nem? Tehát 13 ez egy ilyen óra, nulla, nulla a belügyminisztérium honlapján, Igen. akkor szoktam ezeket megnézni, meg vannak Igen. a saját statisztikáim, ebből elég jól tudtam tippelni, hogy mi vár Igen. ránk, a kollégáim mindig azt mondták, hogy na, mit jósolsz? És akkor ezekből a számokból hogy megtippeltem, és egészen jól, jól ment. De hát délbe szoktam megnézni azt a tizára, az déli egy órás jelentés követően, hogy milyen rendelkezések vannak. Jó, és akkor most mit jósol? Tehát, hogy a következő héten akkor milyen, a, milyen előadások lesznek a színházban? Tehát, a, mit... Mai nap fog a, a, megjelenni a júniusi műsorunk. Most már vagyunk annyira optimisták, hogy egész júniusra terveztünk. A, sőt, június második felébe pedig szabadtéri előadásokba gondolkodunk, szinte egy ilyen, kis, egy, ilyen, egy ilyen, kis, évadot szeretnénk a nyári színházba tartani mindkét társad számára. Tehát, hogy én, én, nagyon optimista vagyok, úgy érzem, hogy megyünk ki ebből a, ebből a periódusból, és valamiért arra készülök, hogy ősztől visszatérünk legalábbis színház szempontjából a normális arra, arra az életre, ami volt, ami amúgy sem lesz már olyan, mint amilyen volt, de egy szabadságunk csak lesz. És lesznek szünetek az előadásokban. És van? lesznek szünetek az előadásokban, és lesznek Még csak, négy órás előadás. Még csak egy dolgot áruljon el nekem, hány kilométernyi ilyen raktapasz, ragszallag fogyott el, mert hogy ugye, hol két széket kellett, hol egy széket le szalagozni. Ha jól emlékszem, nem volt egy egész kilométer. <laughs> 750 méterre tippelek valamiért, most ez a ugrott be, mert valóban egyszer utána néztem, hogy kb. mennyi és, de vásároltuk. Vásároltuk a raktapaszokat. A, Igen, és mert... láttam, hogy tervezett raktapaszok vannak, tehát hogy azért így illeszkedik a raktapasz színe. Teljesen véletlen volt. Minden, minden szín kombináció teljesen véletlen volt. Amikor a sárga-fekete ragasztott x-eket, akkor, akkor az volt nekünk raktáron, és ilyen meggondolásból azt használtuk. Amikor pedig a székeket kellett lekötni, akkor pedig ez volt a legolcsóbb, és azért van az. Tehát, hogy véletlenül volt. Nem volt forma tervezés. És... Na, hát ezt nem kellett volna elárulni. De nyugodtan elmondhatta volna, hogy külön megrendelték a színház számára a raktapaszt ilyen színösszeállításban. Hát igen, remélem, hogy az ön prognózisa és az is, amit én, amiben én reménykedem, tehát az, hogy kifele megyünk és tartunk a normalitás fele a a kulturális életben valós lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt a műsorunkban. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt mai pont ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!